Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az országgyűlés 1990-ben fogadta el a helyi önkormányzatokról szóló 65-ös számú törvényt, amelyet immár tartalmában követte az Európai Önkormányzati Charta alapkövetelményeit, és így határozza meg az önkormányzatiságot, illetve az önállóságot, az országgyűlés támogatva a helyi közösségek önszervező önállóságát, segíti az önkormányzáshoz szükséges feltételek megteremtését, előmozdítja a közhatalom demokratikus decentralizációját. Ennek tükrében 30 esztendővel ezelőtt, szeptember 30-án, illetve október 14-én rendezték meg országszerte az önkormányzati választásokat, így volt ez Székesfehérváron is. Mai műsorsorozatunkban vendégünk Gál György, önkormányzati képviselő volt, emberöltönyi távolságból fogjuk felidézni, hogy mi minden történt szeptember 30-án, illetve október 14-én, aki egyébként a Magyar Demokrata Fórum színeiben lett önkormányzati képviselő. Tisztelettel köszöntöm. Köszönöm szépen, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Székesfehérvár lakóit, különösképpen Fekete-Egyszárazrét városrész lakóit, egykori választóimat, akiknek az első ciklusban önálló képviselői voltam az NDF színeiben a Keresztény Demokrata Néppárt támogatásával. Előjáróban el kell mondanom, hogy nekem elég rövid időszakom volt a választási időszakban a Székesfehérváron. Én Vas megyéből jöttem, ott egy tudományos intézetnél, az Erészeti Tudományos Intézetnél, a Sárvári Kísérleti Állomáson dolgoztam, és Sárvár Vas megye volt meghatározva az NDF-es életemben. 1988-ban Lakitelken Lezsák Sándortól kaptam megbízást másodmagammal összekötőként, hogy a Vas megyei MDF-et szervezzük, és annak az előkészítő megyegyűlését tartsam meg. Erre sor is került 88-ban Sitkén a kastély alaksorában, ahol a megyéből az MDF-es társaim részt vettek, delegált személye, és ott ismertettem a Kádár rendszernek a bírálatát és a rendszerváltozás szükségességét, és hogy ebben az NDF mit tett. Ezt követően hát a már gyengülő pártállami vonulat felfigyelt rám, hallgatták a telefonaimat, molesztáltak. Munkahelyemen is már olyan dolgok történtek, hogy amikor ugye szerveztük a társammal együtt szórólapokat, a Sárvári cukorgyárnál nyomtattuk a szórólapjainkat, és onnan már azt a szemét kirúgták, és hát mirán koncentrálódott az egész. És akkor én hát tulajdonképpen a szervezésbe úgy kapcsolódtam be, hogy részt vettem még azon kívül előtte Pete Györgyel együtt egy paraszfórumon is, ahol a parasság kérdéseivel Kiskunmajsán volt ez, és ott szerepeltünk is. Ez is nagyon döntő volt a számomban a MDF felfogásom meghatározásában, és mindemellett kapcsolatot tartottam a Szombathelyi Tanárképző Főiskolával, a Fidesz szervezetével is. Tehát eléggé ez így elindult, és tekintettel arra, hogy ezek után már nekem stencilezt helyiségbe se szabadott bemennem olyan helyeken, és akkor a Hankó Faragó Miklós, a Független Jogvédő Egyesület részéről, a későbbi Szabad Demokrata Szövetségnek lett ő a tagja, ő jött el hozzám és segített nekem, hogyha házkutatás, lehallgatás, megfigyelés van, hogy mit kell csinálni. És igazából ekkor döntöttem, hogy tekintettel arra, hogy három gyermekemmel, családommal eléggé nehéz volt olyan anyagilag is az élet, mert egy kutatónak nehéz volt a anyagi helyzete. Mindemellett én akkor kandidátusira készültem, de
pályázat útján én jelentkeztem ide Székesfehérvárra az erdőfelügyelőségre, és ez sikerült. Akkor megbeszéltem a főigazgatómmal, hogy a kandidátusi munkámat, így adom le az anyagot, hogy egy egyetemi műszaki doktorival fejezem be, ami aztán később be is következett. Tehát én azt gondolom, hogy egy 30-as évei közepén járó erdőmérnök, aki kutatással foglalkozik, három gyerek édesapja, ha várost vált ebben az értelemben, akkor nyilvánvaló, és egy olyan előélete van politikában, a rendszerváltás küszöbén, akkor szinte bizonyosan elkerülhetetlen, hogy megszólítassék itt ebben a városban is. Igen, ez így is volt, és tulajdonképpen még Lezsák Sándor adott egy ajánló levelet, hogy Kelemen Andrást keressen meg. Ez meg is történt a Székesfehérvári MDF szervezetnél, és tulajdonképpen így kapcsolódtam be a Székesfehérvári MDF szervezetben. Ott az elnökségben volt még Butola Zoltán, ugye Kelemen András volt az elnök, és hát segítettek az indulásban, és magam is kerestem a feladatokat, mert nem csak városi szinten, hanem megyei szinten a megyei választmánynak tagja lettem, később pedig annak elnök helyettese is. Miként készült fel, miként fogadta a felkérést, hiszen az függetlenül attól, hogy volt előélete, tehát nagyon is jól ismerhették a Magyar Demokrata Fórum általában abban politikai körökben, akik nagyon sokat tettek azért, hogy a rendszerváltás megtörténjék, de itt Fehérváron ismeretlen közeg várta. Igen, ismeretlen közeg várt, de ezt meg kell mondanom mindenféle hízelgés nélkül, hogy ez a család hamar befogadott, és tényleg otthonosan éreztem magamat. Annál is inkább, mert az erdészet felügyelőségi munkám is olyan volt, az egész megyét jártam. Vagy nem tudom, hogy... Melyik volt az a szakterület, amelyet mindenképpen a magáénak hát tudott? Én tulajdonképpen az erdészeti témakör volt, a mezőgazdaság, a paradság és a környezetvédelem tekintettel arra, hogy én bekerültem, mint ügyvök Székesfehérvárról, a erdészeti szakértői körnek voltam ügyvivője, a környezetvédelmi ügyvivő is voltam. Ez azt jelentette, hogy központról kaptam anyagokat, és azokat a szakembereket a megyéből kerestem, akik véleményezni tudták, ezeket összefoglaltam és küldtem, illetve egyeztető megbeszélésekre jártam. Később aztán az országos erdészeti szakértői körben ügyvezető, társügyvezető elnöki tisztséget is töltöttem be. Ez volt az a tevékenységem. Városi szinten ugye azonnal kapcsolódtam minden területen. Lévén, hogy tulajdonképpen ez is a sárvári időszakomnál kezdődött, hogy a Római Katolikus Hittudományokat Akadémiai Levelező Tagozatát végeztem, az időtájban kezdtem el, és hát ott azért megtanultuk, hogy a bázis közösségi szinten hogy kell kapcsolódnunk egymással, és igazából a keresztény lelkiség szemléletével hogy kell az embereket megnyerni, és hogy kell közeledni. És úgy érzem, hogy ez sikerült, nagyon sok barátot szereztem, és részt vettem, elküldtek egy kampányszervező tanfolyamra, Hanszeid Alapítvány tanfolyamára, az Győrbe volt, és ott készítettem az előadásban 40 oldalas anyagot, amit stencilezve a megyei választmány és a városi szervezet részére ajánlottam, és akkor úgy mondták, ez egy nagyon jó anyag volt, és ez nekem is segítséget adott, mint egy módszert arra, hogy hogyan készüljek fel, és ebben nagyon fegyelmezett voltam. Igen, kivételes helyzetben volt Székesfehérvár, ugye már akkor a megyei jogú városok közé tartozott, ugyanakkor a rendszerváltást követő időszakban rendkívüli módon megnőtt a munkanélküliség, és azt hiszem, hogy ez képviselőként
egy egészen kivételes lehetőséget adott arra, hogy milyen a válságkezelés egy ilyen léptékű városban. Hogy fogtott hozzá a munkához, hiszen az októberi választásokon derült ki, hogy a képviselőtestület tagja lett, ráadásul egy olyan vezetővel, polgármesterrel az élen, aki az elmúlt időszakban, az előtte lévőben ugye tanácselnökként már letette a névjegyét. Igen, hát ugye, mint tudjuk, Balsa István 75-ben már tanácselnök helyettes volt, 77-től már tanácselnök volt, és már ott ő maga is tulajdonképpen, ugye azt mondanám, hogy megtanulta azt a módszert, hogy a város közösségében nem lehet különbséget tenni politikai felfogás miatt, hanem az egész városért felelni kell. És a Magyar Demokrata Fórumot kapcsolom ehhez a szemlélethez, úgy mondám, a hazafias névfrontos szemlélet, amiből ő jött, és tulajdonképpen a Magyar Demokrata Fórum is, hiszen először nem pártként indult, hanem fórum jelleggel, egy gyűjtő szervezetként, én úgy tekintettem, hogy egy anya szervezet, amiből pártok is tudnak jól alakulni, és ott is ugyanez elv érvényesült, hogy nem teszünk különbséget abban, hogy kinek milyen volt a múltja politikai szempontból. Ugye politikai szempontból csak egy pártrendszerről beszélünk. Körünkben kerültek olyan személyek, akik az elmúlt rendszerben pártagok voltak, de nyilván, amikor hozzánk kötődtek, kiléptek, ez egy alapfeltétel volt, hogy kettős tevékenységet, párttevékenységet nem lehet végezni. Mi azokat is fogadtuk be. Ugye korábban említettem, hogy Székesfehérvárra kerültem, Gulyás Ferenc volt a városi szervezet elnöke, pedagógus, aki pártag volt. Mindenki tudta róla, ezért sokan támadták is, hiszen az ő házát is felajánlotta a gyűlésekre. És ugyan láttam, egy jó szándékú ember, és olyan érzéke volt, tanulni lehetett azt tőle is, hogy hogyan kell kapcsolódni nem csak a úgynevezett jobboldali elkötelezettségünk alapján a város polgáraihoz, hiszen mindannyian gogó köpenyegéből nőttünk ki, ami azt jelenti, hogy nem lehetett mindenki olyan helyzetbe, hogy mentesíteni tudta magát. Szegény édesapám mondta annak idején, nagyon sok jó keresztény kommunista volt az országban, ezért is nem ment tönkre. Azért itt előjáróban el kell mondanom azt, hogy a kommunista rendszerben az akkor aktív idősebb generáció még az előző társadalmi rendszerben szocializálódott, ami azt jelenti, hogy a keresztény, zsidó-keresztény kultúrkörben nevelődött. És ő hiába volt a pártállami időszak, ezt hamar le tudták vedleni. Szóval itt volt a probléma, hogy jött a mi korosztályunk, akik, hát mi a szocializációs időszakunk pont a pártállami rendszerre esett. És nekünk sokkal nehezebb volt ezt azt a vonalat képviselni, hogy teljesen elhatárolódjunk, illetve pontosabban megfogalmazva, hogy mi nem tartozunk abba a körbe, mert nem is kerülhettünk bele. Ez egy nagyon fontos szempont volt. Én magam szerencsés voltam, mert én a Pannonhalmi Bencés gimnáziumba érettségiztem, és ott, de ezt mindenki nem lehetett ilyen helyzetben, tehát nem lehetett mindenki első minisztrás, és ezt tudtuk is, a Antal József is megmondta szükebb körben, hogy erre számítsunk, és ezért ő is felölelte, ő is mondta azt, hogy az országot nem lehet szanálni. Ő az egész országnak, az egész nemzetnek, még az ellentáborának is miniszterelnök akart lenni, sőt bővítette, hogy 15 millió magyar miniszterelnöke akar lenni, és keresztény Magyarországot akar. Én ezt kibővítem azzal, hogy zsidó-keresztény kultúrkörnek a védelmét, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül kell az, hogy ebben a kultúrkörben valaki hívő legyen, lehet ateista is, hiszen ez egy negatív hitvallás, csak egy lényeges dolog, hogy ne legyen antiteista, tehát ne legyen kérekesztő. Antali elvek mentén. Az antali elvek mentén. Nos, önt idézem, programomban politikai alapelvként kihangsúlyoztam, hogy ellene vagyok mindenféle diszkriminációnak, híve vagyok viszont a hiteles, vagy a türelemmel kivárt hitelessé váló embereken alapuló konszenzusnak.
Igen. Tehát ez egy remek gondolatsor. Miként sikerült ezt megvalósítani, hiszen én úgy érzem, hogy... az önkormányzatiság új volt, mindenkinek új volt, egy olyan összetételű képviselőtestület alakult Székesfehérváron, akik a politikai kérdésekben, illetve az önkormányzatiságban még nem vettek részt. Volt néhány előélet, mint például az öné is, de a többség ezt még nem tudta, hogy ez miként lehet megvalósítani azokat az elveket, amelyek meghatároztak maguknak. Hogy sikerült ez a négy esztendő? Egy kicsit igen, erről beszéljünk. Igen. Tehát úgy mondanám, hogy ez a fajta internalizáció folyamat, ami azt jelenti, hogy bemegyek a te kapodon és kijövök az enyém, mert ez a szentpári elv, hogy nagyon lényeges, és az, amit említettem ebben a alapítványi felkészítésben, hogy a politizáló személy, de különösen a képviselő, valamiképpen pedagógus érzékkel vagy kell rendelkeznie, vagy pedagógusnak kell lenni, ami bizonyos szempontból sokkal nehezebb állapot, mint egy iskolarendszerben működő pedagógusnál, hiszen ők eleve úgy állnak hozzá a pedagógus karhoz, hogy ők elfogadják az iránymutatást. A felnőtt meg úgy érzi, hogy befejezett állapotban van. És ezt nem szabad éreztetni egy politikusnak, és ez úgy lehet egyébként kikerülni, hogy célcsoportokra kell osztani a közösséget. Nem szabad bizonyos témakörben meg kell választani, hogyha erre mód van, nyilván egy lakossági fórumon nem lehet, de például lehet különböző köröket alakítani, vagy munkacsoportokat lehet alakítani, előkészítő csoportokat. Ezeknek például a paraszti kérdésben, mezőgazdasági kérdésben, földkérdésben, város kultúra kérdésében, és így ővelük jobban szót lehet érteni, és ezeket egymáshoz lehet is kapcsolni. És meg kell keresni azt a közös minimumot, ami összeköti az embereket. De mindig azt kell keresni, ami összeköt bennünket, nem ami szétválaszt. Erre egyébként hadd mondjam, nekem nagy segítség volt, hogy ahogy Székesfehérvárra kerültem, a Székesfehérván a Fatimai Szűzről nevezett plébániánál világi elnök lettem, és ott az önkormányzati munkámba is úgy bekapcsolódtam, hogy ebben nagyon sok segítőtársam volt, és ők is bekapcsolódtak ebbe a munkába. És el kell mondanom azt, hogy észre is vettem, és úgy is válogattuk, kértük fel az embereket, hogy szakmai képzettségük, iskolások alapján arányos legyen az elosztás, és nem érdekelt bennünket az sem, hogy milyen pártelkötelezettsége van. Ezt most is jellemző egyébként, hogy tényleg nem is érdekel. Az, hogy bizonyos esetekben a kampányban ki kellett állni, nyilván nem tetszhetett, nem is kértem, hogy mellém álljon, de össze lehetett hangolni. Az egész munkámnak az volt a lényege, hiszen a cégkitőzésemet is elmondta, hogy úgy kell elérni a közösségekkel vagy együttműködést, hogy tehát az van, ellenem vagyok mindenféle diszkrimináció, hi vagyok a együttműködésnek, viszont úgy kell ezt végezni, hogy a közösség alapvető igazságérzetét nem szabad megsérteni. Tehát vannak olyan alapelvek NDF körben, amit nem lehet megsérteni. Tehát például Antal József is kimondta, hogy türelmet kér az első ciklusban azoktól a pártagoktól, akik mondjuk vezetők szeretnének lenni. Lehet, hogy nagyon is alkalmasak tudnak lenni. Mert egy dolgot el kell mondani, hogy ezek az emberek, akik a pártidőszakban aktívan tevékenykedtek, azért bizonyos szempontból ezek között voltak olyanok, akik szociálisan érzékenyek voltak, közösségszervezési gyakorlattal rendelkeztek, és ez időnként segítséget is jelentette a módszerben. Attól még, hogy valaki azt mondja, hogy nem volt a kommunista rendszerben pártag, az nem jelenti azt, hogy ő már egy jó ember. Nyilván. Hiszen azt is lehet mondani, hogy lehetett olyan is, aki azért nem vett részt semmilyen mozgalomban, így az úttörő mozgalom, KISZ mozgalomban sem, mert semmi közösségszervező érzéke nem volt, és nem is volt olyan affinitása. És ezt is ki kellett szűrni, nagyon sok ilyen volt, és ezeket az embereket is olyan irányba kellett terelni, hogy elfogadják ezeket. Fontos kérdés, hogy egy önkormányzati képviselő mikortól politikus?
és mikor csak és kizárólag önkormányzati képviselő elválasztható ez egymástól? Én a felfogásom szerint nem elválasztható, mert állandóan politizálunk most is egyébként azzal, hogy egy közösségnél ez az externalizáló tevékenység, tehát úgy cselekedjek, viselkedjek, hogy úgy magáévá teszi, hiszen jó pedagógus ez a jellemző, hogy később már úgy mondja, mintha ő találta volna ki, és ennek kell ölülni ennek az aha élménynek. Tehát nem lehet szétválasztani. A politikát nem szabad lejáratni. A politikát azt védeni kell, biztatni kell az embereket, de annak a tisztességét, és azokat az a rendező alapelveket, aminek ez nagyon fontos. Ezeket be kell tartani, ezt egy minimumnak kell tartani. Ez sikerült 30 éve önöknek? Hát nézze, az az igazság, hogy azt kell mondanom, hogy ugye volt az az időszak 1998 után, tehát eleve már volt nálunk egy olyan időszak, hogy már a Antti József időszakában ugye a MIÉP, a Magyar Demokrata Néppártnak a kiválása, majd 2005-ben újraegyesülés Dávid Dibolya időszakában. Voltak kizárások is, amikor Kelemen Andrásnak a kizárása, Sándornak is a kizárása, amik vitathatók voltak, és erre kapcsolatban volt ítélet is. Akkor utána volt, ugye városi szintet is érintette, hogy hát ugye a Dávid Dibolya időszakában tulajdonképpen én azért is maradtam meg továbbra is az MDF-nél, és nem mentem át semmilyen pártra, mert meggyőződésem volt, hogy ezt segíteni kell. Nem akartam átmenni, de részt vettem, és igenis fel tudtam vállalni bizonyos értékeket. Tehát itt vannak ezek az ambivalens dolgok, amikor 99 Bokros Lajosnak az Európa Parlamentbe kerülése, akkor, amikor már a miniszterelnök jelölése volt, és már a olyan kompromisszumok születtek a MDF politikában, ami a retkes SZDSZ-es elnöknél való kapcsolódás, akkor már én is úgy éreztem, hogy akkor megszüntetem a kapcsolatom. Tehát sok kétség volt ebben az időszakban, ugyanakkor térjünk vissza Székesfehérvárra. Egy rövid összefoglalást kérek öntől. Sikerült-e abban a négy esztendőben megvalósítani azokat az elképzeléseiket, amelyeket kitűztek maguk elé? Hát most én nagyon, nagyon furcsán fogok válaszolni. Én úgy érzem, hogy nekem sikerült, de itt is jön a kapcsolódás. Hiszen Székesfehérvár polgármestereit is úgy kell nézni, hogy egymás kiegészítve dolgoztak, és együttes eredményt értek el. Én nekem azért sikerült, mert Szigli István követett engem, és amit nekem nem sikerült megvalósítani, azt megvalósította. Annak idején, mikor én, mivel köztisztviselő voltam, én nem indultam. Le kellett volna mondanom az állásomról, összeférhetetlenett volna. Az első ciklusban még engedték. És én, ugye, ahogy mondtam, a szakmai elkötelezettségemet én nem akartam tovább indulni. Átadtam, segítettem Szigli Istvánt. És igenis felvállaltam, bármilyen ambivalenciája is volt itt bizonyos észrevételeknek, felhangoknak. Én úgy ítéltem, hogy erre alkalmas, gyakorlott, jól képzett ember, és többek között ez volt egy lényeges dolog, amit én kértem tőle, hogy átadásként, hogy önálló orvosi rendelő legyen, támogassa az egyházközséget, ugye akkor még csak a katolikus egyházközség volt a plébánia, más nem volt, hiszen ő arányosan most is másokat is támogat, és a városrészi alközpontnak a létrehozását szorgalmaztattam, hogy az legyen. Virág Bébic utca között egy sportcentrum ugyan van, de a színre koncentrálva, amikor 94-ben átkerült az önkormányzathoz, akkor igenis az orvosi rendelő indulhatott, sőt később ugye ezt is kértem, mert a választóim nagyon kérték, hogy önálló orvosi rendelő. Nem volt egyszerű dolog. Igaz, hogy akkor mint olyan 2500 lakosú volt a településünk. Nem volt egyszerű dolog, mert azért érthető módon
akkor még az orvosok nem akarták leadni a területüket, de akkor, amikor 94-ben a 5-ös számú gondozási központnak az ünnepélyes megnyitója volt, akkor már érezhető volt, és én akkor már magammal vittem a jelenlegi szárazréten lévő háziorvosunkat, hogy jöjjön el velem, és kértem is a képviselőtársam, utánam következő képviselőt, hogy támogassa őt, és támogatta. Tehát minden. De amit nem lehetett, nyilvánvaló, hogy a szennyvízrendszernek a befogadó, a csapadékvíz elvezett befogadó részét kellett, nyilván a utakat, úthálózatnak a fejlesztését, nem lehetett megoldani akkor még az egyirányosítást, amit úgy javasoltak, mert nem voltak olyan állapotban az utak, de később ezt már szabályozni lehetett igazából, és akkor elindult az a folyamat, hogy a városrészi szociális rehabilitációs programon belül, hogy megépült a város kulturális központ, ami... No, tehát akkor sikeres négy esztendő tudhat maga mögött. Én úgy mondom, és itt is azt mondom, ami az alapelv, amint ön felolvasott, hogy igenis, én nagyon örültem, hogy Szigli Istvánnal találkozhattam ebből a szempontból, igenis, az MDF-es szemléletemet vele tovább tudtam vinni, és támogathattam. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én azt köszönöm gondolom, szépen, hogy egy sikeres négy esztendő volt, ismétlem, és köszönöm, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm. Kedves nézőink, azt a műsorsorozatot látják, amelyben a 30 esztendővel ezelőtti önkormányzati választásokra tekintünk vissza, vendégem pedig Gál György volt, a Magyar Demokrata Fórum önkormányzati képviselője 1990-94-ig. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!